Ritkán látható fotókon ismerheti meg a történelem egy darabját az, aki ellátogat a HM6 Történeti Intézet és Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum közös szervezésében megvalósuló kiállításra. A tárlat, amely a Székesfehérvár a frontvonalban 1944-1945 címet viseli, Székesfehérvár és környékének második világháborús harcainak történetében nyújt betekintést, emellett a hadtörténeti múzeum haditechnikai eszközeit is meg lehet csodálni. A harceszközeinket hoztuk el ide Fehérvárra bemutatni, méltó környezetben, láthatjuk itt kiállítva őket, mint ahogy itt mögöttem is láthatják a nézők, fekete posztamenseken állnak azok a haditechnikai eszközök, amelyek egykor akár itt Fehérvár térségében is megfordulhattak, hiszen ezek mind második világháborús harceszközök. Varga Tamás országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy Székesfehérvár háborús történelmének egy fontos részét mostantól a városban élők is megismerhetik, valamint kiemelte, hogy ez a tárlat az, amely a hadimúltunk kincsestára kiállítást követi a múzeumban, és megelőzi a majd májusban bemutatkozó Hadimustra címet viselő kiállítást. Hiánypótló a II. Világháború Székesfehérvár eseményének egy pici szeletét bemutató egyrészt előadás sorozat, amit Maros Zsorand parancsnok úr és számvével Norbert Alezres úr tartottak és tartanak, hiszen szerdán lesz az utolsó alkalom, és az ehhez kapcsolódó kiállítás, ami bemutatja azokat a haditechnikai eszközöket, járműveket, amelyek itt a Székesfehérvár körülő frontokon szerepet játszottak. A tárlaton egyebek mellett helyet kapnak a Szent István Király Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum közös terepi kutatásai során 2023-ban Baracska község területén talált, 1945. januárjában megsemmisült német harckocsi ronsdarabjai is. Ez egy igazi látványkiállítás, ha lehet így fogalmazni, egyfajta kedv csináló a majd következő nagy kéntintézmény által közösen szervezett kiállításnak. Egyébként térítésmentesen lehet majd megtekinteni nyitvatartási időben, és hát olyan harci járgányokat láthatnak majd, eszközöket láthatnak a kedves látogatók, amik igazi kuriózumnak mondhatók. A tárlat 2025. június 30-áig, kettől vasárnapig 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket.